munkát csinál, de viszont ez itt annyira nem tetszik nekem. De majd mikor csináljuk a magányat, akkor majd kicsit jobb lesz. És hát próbálkozunk. Ugye tegnap elvetettük a burgonyát, másfél hektár lett, azt hiszem, annyi lett elvetve a GPS szerint. Úgyhogy ja, most meg így gondoltam vasárnap délután ezt a 4 hektárt megfúzom. Csinálok nektek róla egy vlogot, meg lehet egy-két helyre kirakom a kamerát, aztán majd lesz egy ilyen tavaszi összefoglaló videó, vagy ha sikerül annyi felvételt csinálom, akkor csinálok nektek egy zenés videót belőle. Aztán borzik, de nagyon, meg kemény. Én azt érzem, hogy kemény neki. Szerintem simítóval se lehetne jobban elhúzni. Mert jó, azt is bele kell erőtetni, de akkor már gépet nagyon fogja, akkor már az szenved. Hát, szerintem ez a föld az, amit már azért vártunk vele, mert itt ezek a potyrok, ezek tele voltak vizálással. Én valahogy szerintem elhagytam. Na mindegy, elhagytam szerintem. Volt még egy rész, ahol mákon volt, mert ott állt a víz. És... jaj, nagyon rossz. Az osztóborozda is le volt öngyök a vízmosás, tele volt vízmosás, ugye már állt benne a víz, és nagyon ledöngölte valahogy a víz, meg ez a rengeteg eső. És abba is alig akart volna belemenni, azt is az osztóborozdát is 2-3 jártam. Meg a kinti felén volt az, hogy még állt a borozdába a víz, ott is vagy 4-5 biztos elmentem oda-vissza, mire idézőjelben viszonylag el sikerült tüntetnem a... Nem tudom, most mennyire éreztétek, még van benne egy kis hukli, majd mikor szegem be a végét, akkor jobban el tudjuk majd még tüntetni, mert most így is megahult, ugye előre, hossz irányba is, meg majd utána még egyszer így, és akkor hát, ha sikerül jobban kicsit eldolgozni, és akkor reméljük, hogy jobb lesz. Tehát itt is olyan gödör van. Mindjárt most megállok, mondhatom nektek, meg akkor a gépet is. Jaj. Ha itt van, nézzétek, meg ilyen vízmosások vannak benne. Tiszta vízmosás, disznótúrással van tele az egész. Meg ott a gödör rész, ott látszik, van egy kis elszíneződés. Ott is. Ott nagyon vizes. Meg ott látszik ilyen foltokban, ott is ott a víz. Úgyhogy ebben most majd bele fogunk ugratni, hogy elindul. Mert muszáj lesz. Ugye? Az előző videómban a sötétben nem láthattátok, hogy milyen egy kanalas fogas. Jó, viszonylag jó van beállítva. Meg kellett volna elmenni. Kiásom így nektek a kapát. Ilyen egy kanalas fogas, ilyen kis kanálszerűség, olyan mint egy fogas, csak van ilyen kanál formája, vagy hogy mondjam. Ugye, jó poros, meg sáros, villogok most le vannak hajtva, mert ugye erdő szélén vagyunk, a túlsó végén is, és nehogy összebaszódjanak. Aztán ja, ugye hát ez az Unimat, amit ugye sötétben próbáltam nektek múltkor megmutatni, azt ezzel dolgozgatunk. De nekem tetszik a munkája. Igaz, itt ezt a disznótúrást nem igazán akarta behúzni. Meg szerintem azt se fogja nagyon. Mert az ásboronával eltüntetjük, az kész. De hát most nem tudok mit csinálni vele. Nem mindegy. Ami meg lesz oldva,
itt mondjuk erre a részre jobb lenne a simító, de viszont oda a kemény részbe sajnálnám a simítót. Így fordul.
ebben belehúzza. Én lerakjuk. Aztán az... És így próbálunk szép egyenletes talajt csinálni. Úgyhogy szerintem ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem sikerült megmutatnom nektek megint egy újabb érdekességet. Ha tetszett a videó, írd meg kommentbe és nyomj egy lájkot. Bármi kérdésed van, kérdezz nyugodtan. A feliratkozás gombra ne felejts el rákattintani. Én MG Mikő voltam. Sziasztok!